Szeretném, hogyha a bővölködő kegyelemről beszélnénk, a hiperkegyelemről. Hallottátok már ezt a gondolatot, hogy hiperkegyelem? Én annyiszor hallottam régen, és igazából egy olyan megfogalmazás volt, amitől én mindig hasonlóan, mint a kicsapongással, úgy voltam vele, hogy hát ezzel vigyázni kell egy kicsit. Hiperkegyelem. Annyiszor hallottam, ó, hát vannak, akik tévesen tanítják a kegyelmet, és azt tanítják, hogy a hiperkegyelem, hát tulajdonképpen szabadosságot tanítanak. Azt tanítanak, hogy bárhogy élheted az életedet, úgyis kegyelem van. Hiperkegyelem, Isten kegyelme mindenre elég. Hát akkor éljünk akárhogy, nem? Hasonló, mint amiről Júdás levelénél beszéltünk, csak mindig ez a megfogalmazás társult hozzá, hogy a hiperkegyelem. És ezt én mindig egy ilyen szitok szóként hallottam. Vannak gyülekezetek, ahol hiperkegyelmet tanítanak. Megmondom őszintén, én személyesen soha nem találkoztam ezzel az üzenettel sehol, de ezzel a figyelmeztetéssel az annál többet. Vigyázz a hiperkegyelemmel, vigyázz a hiperkegyelemmel, mert Isten kegyelme nem arra való, hogy akárhogy éljél. És a hiperkegyelem az azt mondja, hogy mindenre van kegyelem. Mindenre van kegyelem. Úgyhogy nem kell megváltoznod. Nem kell megszentelődnöd. Élhetsz bárhogy. Isten jó. Isten a jó barátod. Isten egy ilyen haver Isten, akinek minden belefér. Hiperkegyelem van. Mindig ezt hallottam. Gondoltam, hogy előbb-utóbb találkozok majd ilyen gyülekezettel, ahol esetleg hiperkegyelmet tanítanak, vagy ilyen tanítással, de nem találkoztam. És aztán történt egy érdekes dolog, miközben gondolkoztam ezen a kérdéseken, hogy vajon tényleg Isten mindenkinek kegyelmet ad? Csak úgy? A kegyelem ilyen olcsó? Ingyenes? Isten csak úgy tényleg fogja, és mindenkinek kegyelmet ad? Tényleg így van ez? Nincsen semmilyen feltétel. Vajon a hiperkegyelem tényleg bűnbe visz? Ha hiperkegyelmet tanítunk, akkor tulajdonképpen azt tanítjuk, hogy élhetsz a bűnben. És aztán történt egy érdekes dolog. A hiperkegyelemmel élesben, frontálisan, szemtől szembe, tudjátok, hogy hol találkoztam? Kinek van ötlete? Biblia. Mi? Biblia. Biblia. Képzeljétek, úgy érzem magam, mintha a reformáció korában élnénk. Szerintem ma az a világ, amiben élünk, ez hasonlítható az 1500-as évekhez, a reformáció korához, akkor érezhették így az emberek. Előtte nem tudom hány száz éven keresztül éltek úgy az emberek, hogy nem volt Bibliájuk, nem létezett. Latin volt a Biblia, és még a papok sem olvasták a Bibliát. Csak a vezetők, a klérus, a szűk belső mag. Ha Luther című filmet láttátok, akkor láthatjátok, hogy Luther sem találkozott a Bibliával. El volt zárva a Biblia. És mikor a reformáció eljött, Luther lefordította a Bibliát, az emberek rohantak, Bibliákért, Istennek az igéje, Istennek a szava, végre, és az emberek éhesek voltak, és olvasták, szemtől szembe találkozhattak Isten igéjével. És én azt érzem, hogy ma egy hasonló világban élünk. Tudjátok miért? Mert eljött annak a technológiának a kora, aminek a nyakába varunk egy csomó rossz dolgot, az gyerekeink kockulnak a telefonokkal, meg nem tudom én, az internet, függőség, Facebook, online kapcsolatok, de ezek csak eszközök. Ezek csak eszközök. Eljött egy olyan idő, amikor én együgyű ember, együgyű, iskolázatlan, tanulatlan, nincs teológiai végzettségem, görögöm, héberem, és olvasom a Bibliát, rábökök, és olvashatom a görögöt, és nézhetem a görög szavakat. És ezt bárki megteheti. Bárki megteheti. És egy ámulatos csoda nyílik ki az igében, a Bibliában. Már néhányszor beszéltem erről, meg beszélünk erről, hogy milyen csodákat fedezünk fel az eredeti üzenetben. Egyszerűen sokkal színesebb, sokkal tágabb, sokkal bővebb, mint ahogy azt a fordítások gyakran visszaadják.
Isten elhozott egy olyan időt, amikor úgy vagyunk, mint a reformációba, belenézünk és szemtől szembe találkozhatunk az igével, az eredeti írásokkal. És igen, a hiperkegyelemmel a Bibliában találkoztam először. De mielőtt a hiperkegyelemről beszélnénk, szeretnénk ma ezt megnézni egy kicsit, hogy mit mond a Biblia a hiperkegyelemről. Hallottunk sok dolgot, hallottuk azt, hogy felszabadít a bűnre, hogy élhetsz bárhogy, de nézzük meg, hogy vajon a Biblia mit mond erről. Mit tanít a hiperkegyelemről, és mi a célja Istennek ezzel. Hogyha van Bibliátok, akkor kérlek, hogy nyissátok ki, olvasnánk kezdésnek egy néhány verset Ezékielből, ez az Ószövetség. Viszonylag ritkán olvasunk az Ószövetségből, de most Ezékiel 47-ből szeretnék olvasni egy pár verset. Ezékiel 47. Ezékiel prófétának a látomásait írja le. Egy olyan látomást, amit Jézus Krisztus személyesen találkozott az Úr angyalával, aki Jézus Krisztus, és ő kijelentett neki dolgokat. Titkokat fedett fel a próféta előtt. Ez az Ószövetségnek a rendszere, a törvénynek a rendszere, amikor Izraelnek a népe azt tanulta, hogy Isten szent, és Istent bűnös ember nem közelítheti meg. Csak a törvény szentségén keresztül. Nyilván a törvényt senki nem tudta betartani, úgyhogy maradtak a mózesi törvények, az áldozati rendszer, a tisztálkodás, a mosakodások rendszere, hogy Isten szent. Hogy Istent az ember próbálja megközelíteni, és az ember is szinte képtelen elérni Istent. És Ezékiel lát valamit. Megjelenik neki Isten angyala. Ő még nem tudja, hogy ez Jézus Krisztus. Az Ószövetségben még nem volt kijelentés. Persze volt, ott volt Évának, hogy a te magod, Ábrahámnak is a te magodban fog megáldatni a világ minden népe, de Jézus Krisztus személyéről vártak egy messiást, de Jézus Krisztus személyéről konkrét kijelentés még nem volt. És Ezékiel találkozik Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztus fölfed neki egy titkot. Megmutat egy olyan titkot, ami az Ószövetségben ismeretlen volt. Ezékiel 47. Majd a férfi visszavezetett engem a templom bejárati kapuja elé, amely keletre nézett. Láttam, hogy a templom déli sarkánál a kapu küszöbe alól vízforrás fakadt föl. A víz keletre folyt tovább az oltárról dél felé. Majd a férfi az északi kapu útján kivezetett a külső falon kívülre. Megkerültük a falat, és a külső keleti kapuval szemben megálltunk. A víz ott csörgedezett ki a templom területéről a kapu déli oldalán keleti irányban. A férfi kezében mérőzsinórral kelet felé vezetett, 1000 könyök távolságra. Ott megállt, és átvezetett engem a kis patakon, amely csak a bokámig ért. Majd tovább haladt, ismét 1000 könyöknyi távolságra. Ott újra átvezetett engem a vizen, amely itt már a térdemig ért. Újabb 1000 könyök után megint átvezetett a folyón, de ott már a derekamig ért a víz. Újabb 1000 könyök távolság után már nem tudtam átmenni a folyón, mert a folyó annyira földúzzadt, megáradt és elmélyült, hogy már csak úszni lehetett benne. Túl mély lett ahhoz, hogy átgázoljak rajta. Megkérdezte, emberfia, jól megfigyelted, amit láttál? Emberfia, jól megfigyeltétek, amit láttatok? Egy folyó, ami a templomból fakad, a templom kapuja alól, az oltár elől folyik, és duzzad, és duzzad, és duzzad. És aztán annyira megárad, hogy nem lehet átgázolni rajta.
Megfigyeltétek, amit láttatok? Egyetlen dián van, úgyhogy ez a léptető nem is fog kelleni. Szeretném megnézni, hogy mit tanít a Biblia a hiperkegyelemről. És igazából, hogyha erről beszélünk, hogy hiperkegyelem, akkor kettő darab kulcsversünk lesz az Új Szövetségben. Két leírásunk is van róla, két kulcsfontosságú leírásunk, római levél és az efézusi levél. Róma 5:20 az egyik versünk, ez így szól, ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És a sokkal inkább, itt a hyper perisseuo, ami egy összetett szó, a hyper, ez azt jelenti, hogy valami fölé, valami fölött, a perisseuo, ez pedig bővölködést, számban fölülmúlást, megelőzést jelent, azt mondja, hogy többletként jelentkezik, feleslegként megmarad. Összetett szóként hyper perisseuo, valami felett túl áradóan bővölködni. Számban megelőzni, valami felett túl áradóan bővölködni. Istennek a kegyelmét így írja le. Istennek a kegyelme olyan, hogy bővölködik. Mit mond az ige? Mit mond a római levél? Azt mondja, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Számban fölülmúl, túl licitál. Isten azt mondja, hogy a kegyelmem az az egyik, amivel a gazdagságomat akarom megmutatni. A kegyelmem, a Biblia számtalan helyen beszél Isten kegyelmének a gazdagságáról. Azt mondja, hogy én gazdag vagyok, és a gazdagságomat a kegyelmemben fogom megmutatni. És a kegyelmemet a mélyponton tudom megmutatni, a mélységben. Ahol a bűn növekszik, ahol a bűn minél inkább megnövekszik, ott a kegyelmem annál inkább túl fog áradni. Csináltam ezt múltkor. Mondj egy számot. 6, 7. Én nyertem. Laci, mondj egy számot. 10.000. 10.200. Én nyertem. Értitek? Isten kegyelme olyan, mint a számok halmaza. Végtelen, végtelen. Ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Nincs akkora vétek, aminél Isten ne tudná megmutatni, hogy a kegyelme még nagyobb. Ha ráteszünk a bűnre egy lapáttal, Isten rá fog tenni a kegyelméből még egy lapáttal, azért, hogy befedje a bűnt. Mindig a kegyelem győz. Mindig. Nem tudsz olyat mondani, nem tudsz akkorát hibázni, nem tudsz akkorát bukni, amire Isten kegyelme ne lenne elég. Ez egy vérlázító üzenet, nem? Ez egy bicskanyitogató üzenet. Tényleg? Tényleg? Hát megmondtam én, hogy azt tanított, hogy akárhogy élhetünk. Hát akkor most megyek, és nem is mondom nektek, hogy mit fogok csinálni. Biztos. Ez egy emberi gondolkodás. A testnek a gondolkodása. A test így gondolkodik. De Isten nem így gondolkodik. Isten egészen másképp gondolkodik. A másik Biblia versünk, Efézus 2:7, azt mondja, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. És itt a mérhetetlen, ez pedig a hiperballó, ami túltesz, eltúloz, fölülmúl, fölötte átdob, felülkerekedik, túlfolyik, eláraszt, túl licitál. Láttatok már hiperbolát? Akik emlékeznek még a matekra, ugye? Hiperbola. Minél jobban kifeszíted, a növekedés exponenciális. Ahogy húzod a bűnt, a kegyelem azt mondja, hogy még több. Nem tudsz vele versenyre kelni, mert minél jobban húzod, hatványozottan kezd el növekedni.
Ez Istennek a kegyelme. Római levélben 11. fejezet 32. versben azt mondja, hogy mert az Isten az összes embert engedetlenségbe zárta össze, hogy valamennyin könyörülhessen. Oké. Istennek van egy terve. Minden embert, mindannyiunkat engedetlenségbe zárt azért, hogy mindenkin könyörülhessen. 33. vers azt mondja, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Azt mondja, Isten gazdagságának kikutathatatlan mélysége. Isten a gazdagságát a kegyelmén keresztül akarja megmutatni. Efézus 2:4-ben ugyanezt mondja, hogy de Isten előtte beszél rólunk. Előtte mondja el azt, hogy mi a vétkeinkben éltünk, ugyanúgy, ahogy a világ. A vétkeinkben éltünk. De nem rólunk van szó. Mi a vétkeinkben éltünk. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amivel minket szeretett. Minket is, akik halottak voltunk a vétekek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. De Isten gazdag lévén irgalomban. Isten a gazdagságát a kegyelmében és az irgalmában mutatja be. Úgyhogy Isten gazdagságáról beszél, és a túláradó kegyelem, ez őt dicsőíti. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a törvény rendszerében, a saját erőfeszítésem rendszerében bármi, amit én tudok létrehozni, bármi, amit én tudok megcsinálni, az mindig az én dicsőségem. De Isten a dicsőségét megtartja magának, illetve ajándékba adja a dicsőségét is. De nem engedi azt, hogy mi a saját érdemeink alapján szerezzünk dicsőséget. Ő dicsőül meg. Ő dicsőül meg azért, mert mindent ő csinál. Úgyhogy azt mondja, hogy két célja van a kegyelemmel. Az egyik az, hogy mindenkit engedetlenség alá zárt, hogy valamennyiünkön könyörülhessen. Néztük a törvény rendszerében, hogyha a saját erőfeszítés rendszerében gondolkodunk, akkor vagy sikerül teljesítenem, vagy nem. Ugye Júdás levelénél beszéltünk a közös üdvösségről. Emlékeztek? Közös üdvösség. Megnéztük, mitől közös az üdvösség. A közös üdvösség, hogyha az én teljesítményemen múlik, akkor nem közös az üdvösség, mert akkor vagy tudok teljesíteni, vagy nem teljesítek. Vagy sikerül, vagy elbukom. De az üdvösség az attól közös, hogy nem az én erőfeszítésemen múlik, hanem Isten tettén, Jézus Krisztus áldozatán. Azt mondja, hogy a bűn megszaporodik, és Isten ezt azért tette, hogy valamennyiünkön könyörülhessen. A kegyelme miatt. És a második, hogy mindezt azért csinálta, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Na, hogyha így állunk ezzel, hogyha a kegyelem minden, ha a kegyelem az, amivel Isten mindent helyretett, az összes bukásunkat, Ádámnak az vétkét, az öröklött vétkét, Isten mindent a kegyelemmel tett helyre, a kegyelmével igazít meg, akkor Sátán nem véletlen, hogy ezt a kegyelmet támadja. Sátánnak ez a célja, hogy a kegyelmet elvegye, hogy a kegyelmet megtorpedozza, hogy téged rávegyen arra, hogy újra és újra próbálj visszatérni a saját erőfeszítésedhez. Hogy téged rávegyen arra, hogy elkezd magadon gondolkozni. Elérsz egy nap végére, és kezd el kielemezni, hogy mit szúrtál el ma. Mit csináltam rosszul? Vajon miért nem vagyok elég jó? Vajon Isten miért haragszik rám? A Sátánnak van egy vágya, egy támadása a kegyelem ellen. És a Sátán azt akarja elérni, hogy félj a kegyelemtől. Ezért ez a címe ennek a sorozatnak, hogy ne félj a kegyelemtől, mert a Sátánnak ez a célja, hogyha eléri azt, hogy a kegyelemtől te félsz, hogy a kegyelemtől te tartasz, akkor soha nem fogsz a közelébe menni. Úgyhogy két vádja van, két vádat nézzünk meg, azért, mert Pál apostol a római levélben ezeket a vádakat kezeli. Az első vád így hangzik, hogy a hiperkegyelem
ellenkezik a bibliai kegyelemmel. Hallottátok már ezt? Hogy ez nem a teljes evangélium, nem a valódi kegyelem. Ki hallotta már azt, hogy a valódi kegyelem tartalmazza Isten ítéletét? Ha nem beszélsz Isten ítéletéről, akkor nem tanítod a valódi kegyelmet. Találkoztatok már ezzel a gondolattal? Jó, nem csak én találkoztam. Tehát a túláradó kegyelem az nem a bibliai valódi kegyelem üzenete. Ez az első számú vádja a sátánnak. Második számú vád pedig az, hogy azt tanítjuk, aki túláradó kegyelmet tanít, az azt tanítja, hogy élhetsz nyugodtan a bűnben. Múltkor valamelyik alkalommal mondtam, hogy egyrészt nem tanítjuk azt, hogy élhetsz a bűnben, másrészt nem mi tanítjuk a hiperkegyelmet, hanem a Biblia. Most nézzük meg akkor, hogy Pál mit válaszolt ezekre a vádakra. Nézzük az első vádat. Ellenkezik a bibliai valódi kegyelemmel. Róma 3.31. Ha ismeritek római levelet, római levél első, második és harmadik fejezetében Pál letanítja gyakorlatilag az evangéliumot. Első, második fejezetben elmondja gyakorlatilag az összes embercsoportot, a vallásost, a pogányt, a zsidót, mindenkit egy kalap alá vesz, és elmondja, hogy mind bűnben vagyunk. Nincs esélyünk senkinek, nincs esélye a vallásos embernek, nincs esélye az erkölcsös embernek, nincs esélye a keresztény embernek, saját jogon senkinek. És utána a harmadik fejezetben elér oda, ahol azt mondja, hogy éppen ezért Isten mindenkit ingyen igazít meg a kegyelme által. Emlékeztek erre? Megvan ez? Éppen ezért, mivel senkinek nincs esélye, Isten mindenkit ingyen igazít meg Jézus Krisztusban való váltság és a kegyelem által. És miután a kegyelmet elmagyarázza, hogy ingyenes, végletekig szól, azt mondja, hogy olyan igazzá tesz, amennyire Jézus Krisztus igaz. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor pont annyira vagy igaz Isten előtt, mint Jézus Krisztus. Amilyen Jézus Krisztusnak a jogállapota, ugyanez a jogállapot a tied. Ugyanez a jogállapot a tied. Korintusi levél mondja el az evangéliumot. Azt mondja, hogy mert őt, aki nem ismert bűnt, őt bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a kedvenc versem. Őt, Jézus Krisztust, aki nem ismert bűnt, egy másik helyen azt mondja, nem cselekedett bűnt, egy harmadik helyen azt mondja, nem volt bűn benne. Őt, Jézus Krisztust, a szentet, a tökéletest bűnné tette. Jézus Krisztus bűnné lett a kereszten, anélkül, hogy egyetlen bűn cselekedett volna. Nem a cselekedetei alapján lett bűnné. Tökéletes volt, szent volt, tiszta volt, és bűnné lett. Nem a cselekedetei alapján, hanem az alapján, hogy az én bűnömet és a te bűnödet elfogadta, magára vette. Egy csere történt a Golgotai kereszten. Mindig elmondjuk, mert ez az evangélium, ezt kell hallanunk. Egy csere történt. Fogta a te bűnödet, meg az én bűnömet, elfogadta, magára vette, és cserébe a saját tiszta jogállapotát, amivel ő rendelkezik Isten előtt, neked adta ajándékba. Úgyhogy szent vagy, tökéletes vagy, hibátlan vagy, tiszta vagy, ugyanolyan tiszta vagy, mint Jézus Krisztus. Nem azért, mert képes voltál rá, nem azért, mert megfeleltél, nem azért, mert bármit tudtál tenni érte. Nincs összefüggésben a cselekedeteiddel és a viselkedéseddel. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztusnak a bűnné léttele, nincs összefüggésben a saját cselekedeteivel és a saját viselkedésével, ugyanúgy a te szenté, igazzá és tökéletessé lételed nincs összefüggésben a te cselekedeteiddel és a te viselkedéseddel. Jézus Krisztus bűnné létele összefüggésben van a te cselekedeteiddel és a te viselkedéseddel, és a te szenté, tökéletessé és igazzá lételed pedig összefüggésben van Jézus cselekedeteivel és viselkedésével. Az ő szentségét kaptad meg ajándékba, az ővét ajándékba, ez a Golgotai kereszt. Tiszta vagy, tökéletes vagy, szent vagy, örökre,
örökre. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Pál ezt magyarázza el. És mikor ilyen tisztán elmagyarázza a kegyelem üzenetét, akkor ő is megkapta ugyanezt a vádat. Ő is megkapta ugyanezt a vádat. Hogy akkor most mi van, ha mindenki fölszabadult? Hát a törvénnyel tudtuk kordába tartani az embereket. Meg kellett mondani, hogy mit lehet csinálni. Eddig és ne tovább. Ha egy embernek nem mondod meg, hogy hol a határ, hol a stop tábla, hol a piros lámpa, akkor káosz fog uralkodni, nem? Akkor káosz fog. Most mi van, el fogod venni a törvényt? Érvénytelenné teszed a törvényt, és káosz lesz? Ez a vád jött Pál ellen. Ez egy testi gondolkodás. És Róma 3.31-ben Pál azt mondja, hogy ezekre a vádakra felel, hogy vajon érvénytelenni akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Amikor a hitet hangsúlyozom? Érted, hogy a Pál a hitet hangsúlyozta a törvény ellenében? A hitet hangsúlyozta a törvény ellenében. Annyira, olyan szélsőségesen, olyan hiper módon hangsúlyozta a kegyelmet, hogy megvádolták vele, hogy a törvényt érvénytelenné fogja tenni. És erre Pálnak a válasza ez. Egyáltalán nem, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek a hit által. Mielőtt ezeket a gondolatokat befogadnál, csak állj meg egy picit. Mert a görög, nagyon régies magyarsággal van ez megfogalmazva. Elmondom, mit mond a görög. Inkább érvényt szerzünk, az érvényt szerzünk a görögbe, azt jelenti, hogy helytállni, megállni, szilárdan állni. Tehát figyelj, Pál azt mondja, hogy a kegyelem, inkább érvényt szerzünk a törvénynek a hit által. Tehát azzal, hogy Isten kegyelme bejön, és nem a törvény rendszerében élünk tovább, hanem hit által fogunk élni, bízva Istenben, bízva az ő kegyelmében, bízva az ő szeretetében. Innentől így élünk, nem a törvény adott a szabályok szerint, hanem hit által élünk. Azt mondja Pál, hogy sőt, inkább érvényt szerzünk, helyesen fordítva, sokkal inkább fogsz helytállni, szilárdan állni törvény szerint a kegyelem által. Ezt érted? A törvény azt mondja, hogy a törvény más helyen fölszított bennem mindenféle kívánságot. Mással azt mondja, hogy a bűn ereje a törvényben van. Minél inkább adod a törvényt az embereknek, annál több a vétek. Mert ahol megnövekszik a törvény, ott egyre több és több a kísértés. Amikor az embernek szabályokat adsz, egyre több a vétek és egyre több a bukás. És Pál azt mondja, hogy a hit által, onnantól kezdve, hogy nem szabály szerint élünk, hanem hit által kezdünk élni, sokkal inkább fogsz szilárdan állni. Sokkal inkább fogsz tudni helytállni. Tehát ha a törvény szerint néznéd, a törvény követeléseinek sokkal jobban meg fogsz felelni a törvény nélkül a hit által. Miután nincs törvény, hanem a tiszta, egyszerű hit a megváltó Jézus Krisztusban sokkal szentebb életet fogsz élni, mint a törvény által, ezt mondja Pál. Ez a harmadik fejezet vége, és a negyedik fejezetben ezt el is magyarázza. Én csak röviden két igét emelnék ki, ahol elmagyarázza, hogy a törvény rendszere nem működik, a hit rendszere működik. Azt mondja a 14. versben, hiszen ha a törvény emberei lennének az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. A törvényt nem tudja senki betartani. A törvény egy zsákutca. A törvény csak büntetést eredményez, és Istennek minden ígérete hiába való és üressé lett, akkor, ha a törvény rendszerébe gondolkodunk. Mert a törvény csak büntetést eredményezhet. 16. vers. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, nem a törvény alapján. Isten minden ígérete, minden áldása, amit neked ígért, az örök élete, a szeretete, a szerelme, a hűsége, a gondoskodása, az oltalma, minden ígérete neked ingyen adatott kegyelemből, hitáltal. Azt mondta, hogy a tiéd,
Semmit nem kell érte tenni, csak hidd el, csak kapaszkodj bele a tiéd hit által. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, figyelj, és így, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret. Nagyon fontos a Bibliának minden egyes szava. Számtalanszor állok meg ilyen szavaknál, hogy így, úgy, ezt, azt, ezért, azért, bődületes. Figyelj, így, tehát hogy kegyelemből adatott az ígéret, így bizonyos az ígéret Ábrahám minden utóda számára, a test szerinti, aki a zsidók, és a nem test szerinti, akik pedig mi vagyunk pogányok, mindenki számára. Isten összes ígérete, kinyitod a Bibliát, és az összes ígérete, az összes áldása, az összes kegyelme, ajándéka, kivételező kedvezése neked biztos, bizonyos. Nem kell kételkedni benne. Tudod, mikor megkérdezik, hogy van üdv bizonyosságod? Tudod, hányszor hallottam ezt, van üdv bizonyosságod? Beszélgetek néha emberekkel, ó, nem vagyok biztos benne. Vannak nagyon drága, szeretett katolikus barátaim, és beszélgetünk, és amikor azt hallom, hogy nem vagyok biztos benne, majd Isten eldönti, amikor ott vagyunk. Figyelj csak, Istennek az ígérete bizonyos számodra. Róma 4:16 alapján bizonyos minden ígérete számodra. Teljes bizonyosságod van Isten ígéretében. Teljes bizonyosság azért, mert kegyelemből van. Oké. Ez volt az első vád. Tehát nem ellenkezik a bibliai kegyelemmel. Nézzük a második vádat. Akkor élhetünk akárhogy. Róma 6:1. Pál megint magyarázza a kegyelmet. Róma 4, Róma 5. Olvassátok el, megint eltolja a falig. Szélsőséges, drasztikus, mindenkire élvényes kegyelem hit alapján. És találkozik a második váddal. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Hát akkor maradjunk a bűnben? Tehát ezt mondjuk, hogy maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Szó sincs róla. És ez az a szó sincs róla, amit meséltem már, hogy én gyerekként mindig azt hallottam ebből, hogy szó sincs róla, nem élhetsz bűnben, hogy Pálnak ez egy figyelmeztetése, hogy nem, vigyázzál, nem azért tanítottam a kegyelmet, ez nem azt jelenti, hogy bűnben élhetsz, de Pál itt nem ezt mondja, pont az ellenkezőjét mondja. Pont az ellenkezőjét mondja. Azért mondja, hogy szó sincs róla, mert neked, ha te ezt kérdezed, hogy most mi ezt tanítjuk, hogy maradjunk a bűnben, erre mondja neked, hogy szó sincs róla, neked elmentek otthonról, mi nem tanítottunk ilyet, ez lehetetlen, a kettő összeegyeztethetetlen, mert ha te Krisztus kegyelmével találkozol, akkor nem tudsz utána bűnben, kitartóan, következetesen élni. Nem tudsz. Nem azt mondja, hogy nem szabad a bűnben élni, hanem azt mondja, hogy nem fogsz a bűnben élni. Nem fogsz, ha Isten kegyelmével találkozol. Ez a kegyelem megváltoztatja az életedet, és nem fogsz a bűnben élni. Negyedik vers, és elmagyarázza. A keresztség által ugyanis, nem érted? Nem fogsz bűnben élni, ugyanis eltemettettünk vele a bemerítkezés által. Mi történt? Eltemettettünk vele a halálban, hogy amiképpen Krisztus feltámadt az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben fogunk járni. Történt egy csere, kaptál egy új életet. Isten elvette a régi kőszívedet, és egy hússzívet adott helyette. A Szent Szellemét kitöltötte a szívedbe, amit neked új motivációkat fog adni. És igen, a testünkben ott van a bűn, Pál is magyarázza Róma 7-ben. A régi természetünknek a lenyomata ott van a testünkben. És ezért van egy állandó ellentét, egy állandó hadakozás. De pont ez a hadakozás a bizonyítéka annak, hogy te már nem vagy a régi. A te személyiséged, a legmélyebb lényed, a valódi belsőd, az, aki te vagy, az már nem a régi.
És hogyha a test akar tovább élni a régiben, akkor egy állandó hadakozásban fogsz élni. Mert az igazi lényed, a szellemed nem engedi, nem érzi jól magát. Az újjászületésnél a disznó hempereg a sárban, de te újjászülettél, tiszta fehér ruhát kaptál. Aki tiszta fehér ruhában van, az nem érzi jól magát a sárban hemperegve. És van egy állandó ellentét, és ez már nem tud csak úgy menni tovább. 5. vers, ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában. Még inkább. Sokkal inkább. Sokkal inkább. Krisztust választottad, meghaltunk a réginek, és ez nem csak azt jelenti, hogy a réginek meghaltunk, hanem az, hogy ez az új élet. Krisztusnak ez az új élete, ami megszületett benned, az ő szava, az ő kijelentése által új életre szült téged, egy romolhatatlan magból. Ennek egy olyan ereje van, egy olyan dünamisz ereje van, ami sokkal inkább működik, mint minden más. Sokkal inkább fogsz rá hasonlítani. Napról napra nem tehetsz mást, mert a belsőd megváltozott, a legbelsőbb identitásod, és a legbelsőbb identitásod kívánkozik az Urat látni, kívánkozik Krisztust látni, kívánkozik az igében látni az ő képét, gyönyörködni benne, és ahogy gyönyörködünk benne, ahogy a legbelsőbb lényed gyönyörködik benne, úgy észre se veszed, és napról napra egyre jobban hasonlítasz rá. És ez nem a te erőfeszítésed, ez nem a te erőlködésed. Nem. Nem azt mondom, hogy mit kell csinálni. Nem mondtam ilyet. Nem kell csinálni semmit. Semmit. Nyugodj meg, ülj le, menj be a nyugalomba, válaszd a jobb részt, Márta és Mária, válaszd a jobb részt, ülj le Krisztus lábainál, ez a vágyad, ez a szíved vágya, ülj le az ő lábainál, és hallgasd őt, és gyönyörködj benne, és nem kell csinálnod semmit, nem kell megjobbítani magad, nem kell, nem kell, minek próbálkoznál vele, nem megy. Nem megy. Én megjártam sok mindent. Keresztény családban nőttem föl. Én nagyon akartam, és elhiheted, nagyon-nagyon nem ment. Minél jobban akartam, annál jobban nem ment. Nem kell. Add föl a küzdelmet, nem kell. Az ige azt mondja, hogy nem kell megváltoznod. Igen, ezt mondja, nem kell megváltoznod. És akkor most azt hirdetem, hogy a bűnben élhetsz? Szó sincs róla, nem ezt mondtam. Nem kell megváltoznod. Nem azt mondtam, hogy élhetsz a bűnben, hanem azt mondtam, hogy az újjászületés által megszületik benned egy új, romolhatatlan mag, aki Krisztust kívánja, ő vele kíván kapcsolatba lenni, őt akarja látni, benne akar gyönyörködni, és ahogy te engedsz ennek a vágynak, és nézed őt, és csodálod, és gyönyörködsz benne, és nézed a szeretetét, nézed a kegyelmét, azt, amivel hozzád fordul a legmélyebb ponton, akkor fogsz változni napról napra. Meg sem tudod tenni, hogy ne így legyen. Meg sem tudod tenni. Változni fogsz. Tudod, és az Új Szövetség ezt mutatja be, hogy mi fog veled megtörténni. Rajtad kívül, a te akaratodon kívül. Neked egy döntésed van. Krisztust akarom. Krisztust akarom, az ő kegyelmét akarom. Igen, téged akarlak, Uram. Téged. Ennyi döntésed van, és minden mást az ő hihetetlen, mérhetetlen kegyelme, szeretete és a Szent Szelleme fog elvégezni benned. Nyolcadik vers, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hogyan fog mindez megvalósulni? Hogyan fog mindez megvalósulni? Hitáltal. Hitáltal. Nem cselekedetek által, nem erőlködés által, hitáltal. A Biblia mond valamit Isten teljes tekintélyével. Isten teljes tekintélyével kijelent valamit, ami szembe megy mindennel, amit a racionális elméd mond. A racionális elméd azt mondja, hogy nem megy, hogy képtelen vagy.
Ne haragudj, Tibi, bocsáss meg, megvádoltalak. A tiéd, nem tudom, hogy a tiéd mit mond, az enyém ezt mondja, jó? Induljunk ki belőlem. Az én racionális elmém azt mondja, hogy nem, Péter, képtelen vagy, esélytelen vagy, nem tudod megcsinálni, nem vagy idevaló, méltatlan vagy, nem megy, semmi nem megy, esélytelen vagy, képtelen vagy, méltatlan vagy, gyenge vagy. Ezt mondja a racionális elméd. És van egy választásod. Hitben jársz, vagy látásban? Mire nézel a körülményeidre, azokra, amit a racionális elméd mond, vagy elhiszed azt, amit Isten mond neked? Adsz-e tekintélyt Isten szavának? Isten szavának, a Bibliában kijelentett szavának adsz-e tekintélyt? Semmi más nem kell csinálnod. Csak azt mondani, Uram, nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, de hiszem, mert Te mondod. Mert hiszem, mert Te mondod. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hisszük, hogy vele együtt fogunk élni. Nem én élek többé, hanem ő él bennem. Nem tudom, hogy lesz, Uram. Fogalmam nincs. Ha magamra nézek, sehogy nem lesz. De Te ezt mondtad. Te ezt mondtad, hogy nem én élek, hanem Te élsz bennem innentől. Te ezt mondtad, úgyhogy Te fogod megcsinálni. Te fogod megcsinálni. Én egy reménytelen eset vagyok. De hiszem az igében, mert Te ezt mondod az igében, és hiszem, ráállok, hogy meg fog történni. Nem tudom hogyan, de meg fog történni. 11. vers. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennel Krisztus Jézusban. Ezt tartsd magadnak. Ez az igazság. Ez a tény. Nem az, amit a körülményeid mondanak. Nem az, amit a hústested mond. Nem az, amit a természeted mond. Ez az igaz, amit Isten mond a Bibliában. Ezt tartsd magadról. Úgyhogy római levél leszámol Sátánnak mind a két vágyával a hiperkegyelem ellen. Az egyik az, hogy ez nem a bibliai, de igen, igen a bibliai, Pál világosan tanítja a római levélben, és meg fogjuk nézni, ha idő jut rá, az efézusi levélben is. Világosan tanítja Isten mindent elborító kegyelme, a túláradó kegyelme, hiperballó, hiperszeusszeó, valóban lehet, hogy rosszul mondtam, mindent elborító, túláradó kegyelme. Ez a folyó. Ez a folyó, ez az, ami föl fog emelni téged, és nem a saját lábaidon fogsz menni, mert a saját lábaid nem tudnak vinni. Oda fogsz menni, ahova a lábaid nem tudnak már vinni, mert a lábaid nem érnek már le. A víz nem bokáig ér, a víz nem térdig ér, a víz nem derékig ér, nem érnek le a lábaid. Oda fog vinni a víz, ahova te képtelen vagy elmenni, ahova te képtelen vagy elmenni. Föl fog kapni, és egyszerűen lebegni fogsz a víz tetején, és a víz fog vinni. Isten kegyelme fog vinni oda, ahova te a saját erődből képtelen lennél menni bármikor. Úgyhogy mind a két váddal Pál leszámol. Igen, bibliai, és nem lehetetlen, hogy bűnbe vigyem. Úgyhogy nyugodtan hallgasd Isten mindent elborító hiperkegyelmét. Ne félj tőle, mert életet fog adni. Oda fog elvinni, ahova te a saját erődből képtelen lennél elmenni. És Róma 3:8-ban végleg lezár minden vádat, és egyértelműsíti, hogy ezek a vádak, amelyek a hiperkegyelem ellen szólnak, ezek a Sátán vágyai. Egyértelműsíteni, hogy ezek vádak. Tehát ha legközelebb ezt hallod, hogy vigyázz a túláradó kegyelemmel, vigyázz, akkor jusson eszedbe Róma 3:8, Pál erre ezt mondja, vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, ezt tanítjuk, hogy tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Másik fordítás azt mondja, akik ilyesmit mondanak, hazudnak, az ilyen rágalmazók megérdemlik az ítéletet. Oké. Úgyhogy Pál nem veszi ezt könnyedén. Neki megy a vádaknak, leszámol, és azt mondja, hogy ezek hamis vádak. Ezek hamis vádak. Pál nem egyensúlyoz a kegyelemmel. Pál nagyon tisztán tanítja Isten mindent elborító kegyelmét. Azt a kegyelmét, ami mindenre elég, és ami föl fogja kapni az életedet, és oda visz, ahova te saját erőből nem tudnál menni. És olyan szélsőségesen, olyan hiper módon tanítja ezt a kegyelmet, hogy őt vádolják meg
ezekkel a vádakkal. Ugyanazokkal, amiket te hallasz. Pált megvádolják ugyanezekkel a vádakkal. Te most azt tanítod akkor, jól értettem, hogy mindenre kegyelem van, akkor jól értettem, hogy te azt mondod, hogy élhetünk akárhol. Nem, ez egy vád volt. Pál olyan tisztán tanította, hogy megvádolták vele. És tudod, mire jöttem rá? Addig, amíg téged, vagy amíg engem nem vádolnak meg azzal, hogy azt tanítod, hogy élhetsz a bűnben, amíg téged nem vádolnak meg, amíg minket nem vádolnak meg azzal, hogy azt tanítjuk, hogy akárhogy élhetsz, élhetsz a bűnben, amíg senki nem vádol meg ezzel, addig bajban vagy, addig bajban vagyunk, addig nem ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, mint Pál. Ha nem vádolnak meg, akkor nem ugyanazt a tiszta, mindent ráborító kegyelmet hirdetjük, mint Pál. Ha ugyanazt hirdetjük, mint Pál, akkor bennünket is megvádolnak vele. Ha ugyanazt hirdetjük, megvádolnak. És nem csak, hogyha nem ugyanezt hirdetjük, nem csak, hogy nem vádolnak meg, hanem ha nem ebben a mindent elborító kegyelemben bízol, akkor nincs elég elő az életedben. Nincs elég elő a hitedben, mert az erő abból jön, hogy megérted, hogy Isten mennyire szélsőségesen és mennyire visszavonhatatlanul szeret téged. Az erő az élethez nem abból jön, hogy összeszeded magad, az erő az élethez nem abból jön, hogy kigyúrod magad, nem abból jön, hogy minden nap olvasod a Bibliádat, bár remek dolog minden nap odaülni Jézus lábához és őt hallgatni. De ha te ebből csinálsz egy programot, hogy már pedig nekem minden nap oda kell ülnöm, és ha most 3 napig nem sikerült, akkor jaj, Uram, bocsáss meg, mert 3 napja már nem ültem oda a Bibliához. Ha egy munkaprogramod van belőle, ebből nem lesz erő az élethez. A hitéletedhez, a hitedben az erő abból jön, hogy megérted Istennek ezt a mindent elborító kegyelmét, azt, hogy téged mennyire szélsőségesen szeret. Jeremiás 31:3 azt mondja, hogy örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Ez a kedvenc igém, ezt mondtam a feleségemnek, Ildinek, és hogy mindig tudja, hogy én ezzel a szeretettel szeretem őt, kiragasztottam a hűtőnkre ezt. Ez a kedvenc igém. Tudod miért? Mert Isten így szereti őt, és így szeret engem. És ez az erő, hogy Isten így szeret engem, méltatlant, engem, esélytelent, engem, gyengét. Isten engem így szeret, örök szeretettel. Ez a szeretet, ez a szeretet ad erőt az élethez. Menjünk tovább. Mi a célja Istennek a hiperkegyelemmel? És megnézzük Efézusi levelet. Efézus 1.-2. fejezetébe szeretnék egy kicsit belenézni. Efézus 1. fejezete arról beszél, hogy mit akar Isten ezzel, 2. fejezet pedig elmondja, hogy miért. Efézus 1-ben 3-szor beszél Isten a céljáról. 3-szor, csak hogy biztos legyél benne, hogy tudjad, hogy mi a célja ennek a hiperkegyelemnek. Hogy ez miért nem egy átlagos kegyelem? Miért nem egy miért egy mindent elborító kegyelem? 3-szor világosan mondja. Efézus 1:1. Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából az Efézusban levő és a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, vagyis nektek, hozzátok szól. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki Krisztusban megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben. Az atya annyira szeretett bennünket, az atya annyira szeretett téged személyesen, az atya annyira szeretett téged, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket. Már a világ teremtése előtt. Ha te bármikor abban gondolkozol, hogy neked valamit
kell tenni, és kiérdemelni ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Felejtsd el! Hogy tudnál te kiérdemelni egy olyan szeretetet, amit ő nem a születésed előtt, hanem a már a világ teremtése előtt elhatározott felőled. Már a világ teremtése előtt kiválasztott téged, hogy bennünket saját népévé tegyen. Oké, tehát már a világ teremtése előtt kiválasztott téged, szeretném, hogyha személyes lenne hozzád, hogy téged a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. Az ő szemében szentek és tökéletesek. Isten szemében te szent vagy és tökéletes. Nem tudom, hogy a saját szemeidben te szent vagy-e és tökéletes. Hogy érzed, Laci, a saját szemeidben szent vagy és tökéletes? Lajos, a saját szemeidben szent vagy és tökéletes? Figyelj csak, Isten szemében te szent vagy és tökéletes. Most megint az van, mire nézel? A saját szemeidben bízol, vagy Isten szemeiben bízol? Isten ezt már a világ teremtése előtt elhatározta rólad. A világ teremtése előtt elhatározta rólad, kiválasztott téged, mert szeretett, azért, hogy az ő szemében szent és tökéletes legyél. Hogyha a saját szemedben nem mindig látod magadat szentnek és tökéletesnek, akkor kezd el magadat Isten szemével nézni. Kezd el. Kezd el gyakorolni, hogy nem a saját szemeiddel nézed magadat, hanem Isten szemein keresztül nézed magadat. Tudod, hogy tudod Isten szemein keresztül látni magadat? Úgy, hogy olvasod az igéjét. Mert az ő igéje egy szerelmes levél hozzád. Nem egy törvénykönyv arra, hogy mit kéne csinálnod. Ezt hitték a zsidók évszázadokon keresztül. Hogy Isten írt egy törvénykönyvet, hogy tudunk neki megfelelni. És Istennek el kellett jönni személyesen. Mert nem ismerték meg őt. Nem értették, hogy ez egy szerelmes levél. Az édesapától hozzád. Ő az édesapád, és a szeretetéről beszél. Az édesapád arról, hogy a te az ő szemeiben milyen tökéletes vagy. Kinek, ki az, akinek van gyermeke? Te hogy nézel a gyermekedre? Nem ismerem a te gyermekeidet, de az enyémek tökéletesek. Az enyémek tökéletesek. Nincs bennük semmi hiba. Tökéletesek. Bármi történik, bármit csinálnak, az én gyerekeim tökéletesek. És Jézus Krisztus azért jött el a törvény után, mert a törvényben az emberek nem ismerték fel az édesapjukat. És eljött, hogy kijelentse az édesapát. Aki engem látott, látta az édesapát. Ti azért így imádkozzatok. Édesapám, mennyei édesapám, meg akarták őt kövezni. Ez volt az új kijelentés. Ez volt az új kijelentés, amiről eddig nem vettetek tudomást, hogy ő az édesapád, és te az ő szemeiben tökéletes vagy. Tökéletes. Mindig is az voltál, és mindig is az leszel. Tanuld meg az ő szemeivel látni magad. Ez hit által működik, nem látás által. És ha megtanultad magadat az ő szemeivel nézni, akkor kezd el nézni a férjedet, a feleségedet, a testvéreidet Isten szemével, mert ők is tökéletesek. Kezd el látni a szeretteidet, azokat, akik a közeledben állnak, és nem csak a szeretteidet, minden embert kezd el nézni Isten szemeivel, mert az ő szemében tökéletesek. Ő nem látja azt, amit te az előbb a szemére hánytál. Ő nem látja. Mert a bűneinkről többé meg nem emlékezik. Akkor te miért emlékezel meg a férjed bűneiről, a feleséged bűneiről, ha a szerető édesapa nem emlékezik rá. Kezd el megtanulni, látni a férjedet, a feleségedet, a testvéredet, a barátaidat Isten szemein keresztül. Ötödik vers.
szeretete miatt előre el is határozta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Ezt is előre lezsírozta, hogy te a gyermeke vagy. Erről beszéltünk ideig. Hogyan? Az ő akaratának jó kedve szerint. Másik fordítás azt írja, hogy mert így tetszett neki. Az ő akaratának jó kedve szerint. Ezt örömmel tette. Ugyanezt láttuk Júdás levelének a végén. Nem sopánkodva. Ebben volt öröme. Ebben volt öröme. Gyönyörködik benned. Gyönyörködik benned. Figyelj, és most jön. Ugye azt kérdeztük, hogy mi a célja Istennek a hiperkegyelemmel. Eddig beszélt a pozíciódról, arról, hogy ő hogy lát téged, ez mind a kegyelmén keresztül valósul meg, és most elkezdeni elmondani, hogy mi a célja ezzel. Háromszor fogja mondani. Hatodik vers. Tehát ötödiket gyorsan elmondom még egyszer, tehát előre elhatározta, hogy fiaival fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására. Mi a célja? Hogy a kegyelmét, a túláradó kegyelmét, a kegyelmének a dicsőséges voltát fölemelje, fölmagasztalja, megmutassa, mindenki számára nyilvánvalóvá tegye. Ez a célja Istennek. Ez a célja, hogy lásd, hogy ő gazdag, hogy lásd, hogy ő gazdag kegyelemben és irgalomban. Ez a célja vele, amellyel megajándékozott minket a szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel árasztott ránk. Kedvem lenni megállni minden versnél. Csak ízlelgest, hagyd, hogy Isten igéje hasson rád. Nem tudok most megállni ezeknél. Mennem kell tovább, de hagyd, hogy hasson rád. Az ő kegyelmének a gazdagsága szerint tette ezt, melyet a kegyelme gazdagságát nagy bőséggel árasztotta ránk. Minden, nem azért, mert félrenézett és elnézett valamit, hanem minden bölcsességgel és értelemmel tette ezt. Tudta, hogy ez fog működni. Tudta, hogy ez ad életet. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Ezekről már beszéltünk. Az akaratának egy titkát. Van egy titka az akaratának. Mindjárt meg fogjuk ezt nézni még egyszer. Ő benne lettünk örököseivé, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Mindent. Ő lezsírozta, és nincs beleszólásod. Ő mindent a saját akarata szerint cselekszik. Előre elhatározta, hogy téged a fiává fogad, a világ megalapítása előtt, azért, hogy ezzel az ő kegyelmének a dicsősége legyen fölmagasztalva, a mindent elborító kegyelme, és ehhez neked semmilyen beleszólásod nincsen, mert eleve elrendelt erre, ez volt az ő végzése, és ő mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Itt hazamehetnénk. Megnyugodhatsz. Megbékélhetsz Istennel, megnyugodhatsz. Oké, figyelj, most mondja másodszorra, megint elmondja, hogy mi az egésznek a célja. Második alkalom, 12. vers. Miért? Hogy? Mindez miért történik? Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ugyanaz a cél, az ő kegyelme dicsőségének a fölemelése. Ez a cél. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, ez a megmeneküléseteknek az evangéliumát, az örömhírét, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szellemmel. Hú, ennél kedvem lenne fél órára megállni ennél a versnél. Csak egy gondolat. Mi történt? Eljegyzett a pecsétjével. Mit csináltál te ezért? Te pertél? Megjavultál? Bűnt vallottál? Megváltoztattad a viselkedésedet? Nem. Azt mondja, miután hallottad az igazság beszédét, a megmenekülésed örömhírét. Ennyi. Van egy örömhír. Van egy evangélium, hogy Isten megcsinált mindent a Golgotai kereszten. És miután ezt te meghallottad és elhitted, ezután eljegyzett a pecsétjével. Kész.
minden le van zsírozva, azért, mert hittél ő benne. Ez örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdon népét. Figyelj, harmadszor, mi a cél ezzel az egésszel? Mi a cél? Már kétszer mondtuk, most már mondhatjátok a Biblia nélkül is. Miért? Az ő dicsőségének a magasztalására. Az ő dicsőségének a magasztalására. Dicsőség, ez a görögben a hé doxa ész, dicsőség, hírnév, gazdagság, a nagyszerűségnek a megnyilvánulása. Dicsőség, hírnév és gazdagság. Isten gazdag, és ezt a kegyelmében mutatja meg leginkább. Gazdag. A magasztalás, ez a hó epainos. Magasztalás, dicsőítés, dicséret, elismerés. Mindez azért történt, hogy végre ismerd el, hogy ő gazdag, és ő tette, ingyen tette ajándékba. Isten mindezt azért tette, hogy megmutassa mérhetetlen kegyelmét, és ezen keresztül a saját dicsőségét. Beszéltünk egy titokról. Ugye, ezzel kezdtünk, hogy az Ószövetségben volt egy titok. Isten ezt a csodát, a hiperkegyelmet, ezt, hogy az ő kegyelme fog elborítani mindent, és minden munkát az ő kegyelme végez el, ezt titokban tartotta sokáig. Ez nem volt világos. A Gólgotai keresztig ez nem volt így kijelentve. Ez nem volt kijelentve. Azt mondja a 9. vers, picit visszaugrunk, mint mondod, megismertette velünk az ő akaratának titkát, a jókedve szerint, amit eleve elrendelt magában. Tehát ez a kegyelemnek a munkája, ezt ő eleve elrendelte, de titokban tartotta sokáig. Eleve elrendelte, jókedvében tervezett így, és titokban tartotta. Ezt érted? Ezt érted? Szoktál a gyereked előtt titokban tartani valamit? Egy ideig? Amikor meg akarod valamivel lepni? Érted? Készülsz valamivel? És már előre várod, hogy mi lesz, ha kibontja az ajándékot? Hogy fog neki örülni? Hogy fog meglepődni? Titokban tartod. Titokban tartotta. Jó kedve és tetszése szerint ott állt, és eljön a pillanat, amikor a gyermekem kibontja az ajándékot, és meglátja, hogy az én kegyelmem, amivel őt elárasztom, dicsőséges, és gazdag, titokban tartotta. Figyelj csak, titokban volt tartva. Érted, hogy ezt nem értették az Ószövetségben? Nem értették az Ószövetségben ezt a titkot. A zsidók nem értették ezt a titkot. Tudjuk, hogy nem értették, ugye? Emlékeztek, hogy nem értették, ugye? 1 Péter 1.10 azt mondja, ezt az üdvösséget keresték, és kutatták a próféták. Ezt az üdvösséget, amit ti kaptatok, ezt az üdvösséget keresték és kutatták az ószövetségi próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak. Kutatva, hogy vajon melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő szelleme, amikor rajtuk keresztül előre bizonyságot tett a Krisztusra váló szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Oké, ott vannak az ószövetségi próféták, és prófétálnak Krisztusról. Hallottatok a proféciákról, ugye? Jézus Krisztusról mindent megprófétáltak. És a próféták, ők mondták a saját szavaikkal, Krisztus szelleme által, leírták, lejegyezték. Az Úr jött hozzám, Dáriusz királynak ennek a napjában ez és ez történt, és kutatták, hogy mi a franc ez, amit az Úr mondott. Rajtam keresztül mondta, azt a mi van itt, azt a micsoda kegyelem van itt. Nem értem. Élünk a törvény alatt, élünk a szabályok alatt. És van itt valami, micsoda kegyelem van itt. Mi ez? Kinek szól ez? Kihez szól ez? Nem értem. Keresték és kutatták a próféták. De nem tudták, nem értették. 12. vers. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, nem abba az ószövetségi időkbe, hanem nektek, nektek törökbálintiaknak, nektek budapestieknek, nektek fehérváriaknak, nektek szolgálnak azokkal, amikről most
az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szent Szellem által, amiben angyalok vágyakoznak betekinteni. Heted, az édesapának volt egy titka, amit jó kedvében készített. A prófétáknak elmondta, nem értették, kinek szól ez a titok, kinek szól ez a hihetetlen kegyelem, amelyet most nektek az evangélium, az örömhír hirdetői hirdetnek, amelyekben még az angyalok is vágyakoznak beletekinteni. Ők sem értik, micsoda kegyelem, ingyen, ezeknek a gyengéknek, ezeknek ingyen, minden, ők lesznek az örökösök, ők lesznek a szeretett gyermekek, az utódok, ezek a kis porbafingók, ezek az angyalok nem értik és vágyakoznak beletekinteni. Nem értették az Ószövetségben, nem értették a próféták, akik ezt keresték, akik kijelentették, nem értették. Figyelj! Figyelj! Nagyon figyelj! Mert ezt nem értik ma sem. Nem értik ma sem. Mert rengetegen még mindig az Ószövetségben élnek. Nem értik, mert még mindig az Ószövetségben élnek. Sokszor beszéltünk erről, a Biblia több ezer oldal. És van benne egy történet bontakozik ki, egy csoda bontakozik ki. Istennek a megigazultsága, két rendszer, az önigazság alapján adott megigazulás és az ajándékba adott megigazulás. És mind a kettő ott húzódik párhuzamosan, és az emberek olvassák a törvényt, és azt hiszik, hogy akkor most így kell élni. Aztán olvassák a másikat, és nem értik. Nem értik, mert mai napig nem sokan nem az evangéliumot hirdetik, hanem keverten az Ószövetséget az Új Szövetséggel. Emberek ma nem értik Krisztusnak ezt a titkát, mert pulpitusok, gyülekezetek az Ószövetséget az Új Szövetséggel keverve prédikálják. Jézus Krisztus azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot. Azt mondta, hogy hirdessétek az örömhírt. És hallok keresztényeket ítéletet hirdetni. Jézus Krisztus azt mondta, hogy örömhírt hirdessetek. Az ószövetségi próféták feladata volt az ítélet hirdetése. Olvassátok az ószövetségi prófétákat. De csak a sztori kedvéért. Minden nektek iratott meg az okulásotokra, de nem neked szól, mert nem vagy az Ószövetségbe. Krisztus lezárta az Ószövetséget, és eljött egy sokkal jobb, egy új szövetség. Egy új szövetség. És mi nem ítéletet hirdetünk, hanem a megbékélés örömhírét. Isten megbékült veled, Isten nem haragszik rád többé, soha örökké, bűneinkről többé nem emlékezik meg, és mi a megbékélés szolgálatát kaptuk. Öltsétek föl a békesség evangéliuma hirdetésének készségét, mint sarut a lábatokra. Legyél kész arra, hogy hirdest, hogy Isten megbékélt veled. Isten nem haragszik rád, békülj meg Istennel. Békülj meg az evangéliumot, és nem egy kevert üzenetet, és sokan nem értik a titkot, mert még mindig az Ószövetségben élnek. Még mindig egy kevert üzenet miatt az Ószövetségben élnek. És úgy olvassák a törvénykönyvet, mintha ez nem egy sztori lenne, hanem egy parancsolat nekik. A törvény nekem soha nem volt egy parancsolat. Azt hittem 30 évig. El kellett jussak oda, hogy megértsem, hogy soha nem voltam a törvény alatt, érted? Hányszor hallottam, hogy a törvény nekem Krisztusra vezérlő mesterem volt. Bánatot volt, nekem nem. Lehet, hogy neked sem. Ha zsidó vagy, akkor sem. Tudod, kinek volt a törvény Krisztusra vezérlő mestere? A zsidóknak Krisztus előtt 1600-tól Krisztus után 33-ig. Eddig tartott a törvény. Amíg Jézus Krisztus fölment a mennybe, bemutatta
a vért a szentek szentjébe, és a Szent Szellemet elküldte, kitöltötte, és eljött a gyülekezet kora. Élet, a vér bemutatásával életbe léptette az új szövetséget, és eltörölte a régi szövetséget. Ő váltott meg alóla. Én pogányból lett hívő lettem, aki egyből a kegyelemmel találkoztam. Soha nem vonatkozott rám a törvény, soha. A zsidóknak akkor vezérlőmester volt Krisztusra, nekem meg egy sztori azért, hogy megértsem Isten csodálatos üdvtervét. Nekem egy sztori, de soha nem vonatkozott rám. Érted? Soha. Kivéve azt a néhány évet, amíg a gyülekezetek be akartak rakni a törvény alá. Kivéve azt a néhány évet, amíg be akartak vonszolni alá. Oké? Emberek nem értik, mert ma is a törvény alatt élnek. 2 Korintus 3.14. Figyelj! 2 Korintus 3.14. Ez már az evangélium időszaka, azt mondja, de eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel a lepel csak Krisztusban tűnik el. Oké? Ezt érted? Eltompult az értelmük. Ha Mózest olvasod, és a szíveden ezzel a lepellel olvasod, nem Krisztuson keresztül, a lepel Krisztusban tűnik el. Látnod kell, hogy Krisztus mit csinált a Golgotai kereszten, hogy az ő műve mit csinált, hogy van egy új szövetség. Ezt kell látnod Jézus Krisztust. Jézus Krisztusban eltűnik a lepel, és látod, hogy miről szól a törvény. De ha Jézus Krisztus nincs ott, akkor a lepel ott van a szíveden és a szemeden, és ezáltal eltompul az értelmed. Eltompul az értelmed, mert amikor az Ószövetséget olvasod, még mindig ott van a lepel. A lepel Jézus Krisztusban tűnik el. Ő a kulcs, ő a kulcs. Jézus Krisztust kell látni. Ő a kulcs, ő minden. Őt kell látnod. Jézus Krisztust. És nem látjuk, és nem látjuk. Jézus itt járt a földön, és a törvény tanítói, a farizeusok, akik ismerték az írásokat, nekik kellett volna legjobban fölismerni Jézus Krisztust. És mit mondott nekik Jézus? Olvassátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök életetek. Olvassátok az írásokat. És nem veszitek észre, hogy az írások rólam tesznek bizonyságot? Nem veszitek észre, hogy rólam szólnak? És a Bibliának a tanítói ma olvassák az írásokat sokan, és nem veszik észre, hogy Krisztusról szólnak az írások. És nem csak a Biblia tanítók, a tanítványok. Ők voltak a legjobbak, hát ott együtt pratyiztak Jézussal 3 évig, érted, hogy asztalhoz telepedtek, együtt boroztak, együtt lógtak, pogányok házába bementek, amit nem szabadott a zsidóknak, letelepedtek vámszedőkkel, meg bűnösökkel egy asztalhoz, ami tilos volt a törvény szerint, érted? Tehát 3 évig éltek a kegyelemben, látták, hogy mi ez a kegyelem, érted? Nekik kellett volna érteni. És Jézus Krisztus meghalt, föltámadt, utána odaszegődik 2 tanítvány mellé az Emmausi úton, és azt mondja Lukács 24-27-ben, az, hogy valami eltakarta a tanítványoknak a szemét, és nem ismerték föl, hogy Krisztus az. Valami eltakarta a szemüket. És azt mondja 24-27-ben Jézus, és elkezdve Mózestől, és minden prófétáktól fogva, magyarázza nekik minden írásokban, ami ők őfelőle megirattak. Érted? Jézusnak el kellett kezdeni magyarázni Mózestől és a prófétáktól, hogy minden írás őróla szól. Minden írás őróla szól, érted? Minden írás Mózestől, az első verstől. Ott állok és olvasom, és Isten azt mondta, ha első nap legyen világosság. És aztán az Úr a 4. napon megteremti a napot, meg a csillagokat. Micsoda hülyeség ez a Biblia. Hát még a fizikát se értették. De az első nap ott volt a világosság. És Jézus Krisztus eljön, és azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az. Én rólam szól az ige. Mózestől kezdve minden én rólam szól. Én vagyok. Jelenések könyve, én vagyok az Omega, ott fejeződik be, és nap nem lesz többé. Ismét nem lesz nap. Mert Jézus Krisztus ott lesz, és az ő dicsősége fog világítani. Érted? És te keresed a fizikai magyarázatot az Ószövetségbe, 1 Mózesbe.
Keresed? Ezt valami hülye írtam, mert még arra se jött rá, hogy a napot előbb kellett volna teremteni, mint a világosságot? Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Én vagyok. Én vagyok az alfa és az omega. Én vagyok a legelejétől a legvégéig. Velem kezdődik minden, és velem fejeződik be minden. Jézus Krisztus, ő az. Minden ő felőle íródott. Úgyhogy Ezékiel 47. A férfi, ezzel kezdtük, a férfi visszavezetett a templom bejárati kapuja elé. Hova vezetette a férfi? A templom bejárati kapuja elé. Én vagyok az ajtó! Én vagyok az ajtó! A templomnak az ajtaja, Istenhez rajtam keresztül tudsz bemenni. Visszavezetett a templom kapuja elé, amely keletre nézett. Láttam, hogy a templom déli sarkánál a kapu küszöbe alól. Jézus Krisztus az ajtó. A kapu küszöbe alól víz, forrás fakad föl. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem. A víz forrása, a kegyelem Jézus Krisztus által lett. A kapu alól víz forrás fakadt fel. A víz keletre folyt tovább az oltártól. Oltártól délre. Az oltártól. Jézus Krisztus az oltáron mutatta be a vérét, ott lépett életbe az új szövetség, a kegyelem szövetsége, és onnantól árad, árad. Múlt héten beszéltünk Júdás levelébe arról, hogy a kegyelem az eső. Az eső, emlékeztek erre? Az eső, a víz, az eső, Isten áldása és Isten kegyelme. És aztán a kegyelem árad, és már nem csak eső, már nem csak harmad, hanem egy forrás van belőle, ami csörgedezik. És aztán a férfi kezében mérőzsinóllal keletre vezetett, 1000 könyök távolságról megállt, és átvezetett a kis patakon, amely csak a bokánig ért. Majd tovább haladt ismét 1000 könyöknyi távolságra, újra átvezetett a vizen, amely itt már a térdemig élt. Újabb 1000 könyök után megint átvezetett a folyón, de ott már a derekamig ért a víz. Újabb 1000 könyök távolság után már nem tudtam átmenni a folyón, mert a folyó annyira feldúzzadt. Annyira feldúzzadt. És ott tudod, mi van a héberben? Ugyanaz, mi a görögben a hüper. Ugyanaz van a héberben. Azt mondja, fölülemelkedik, és túlárad, megárad. A folyó fölülemelkedett, és megáradt annyira, hogy a saját lábával nem tudott menni. Nem tudsz a saját lábaddal menni. Már csak úszni lehetett, csak fölfeküdni lehetett Isten kegyelmére. Csak fölfeküdni, és hagyni, hogy az ár sodorjon. Hogy nem a te erőfeszítésed visz, hanem Isten kegyelmének az árja. Túl mély lett ahhoz, hogy átgázoljak rajta. Megkérdezte, emberfia, jól megfigyelted, amit láttál? Ezután visszavezetett a folyó partján, eközben észrevettem, hogy a folyó mindkét partján nagyon sok fa nő. A férfi ezt mondta, ez a folyó az Arábá völgyön keresztül a keleti puszta felé halad, és a holt tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe. Ki volt Izraelbe? Babám, feküdtünk a holt tenger vizén. Újságot olvastunk, tényleg lehet csinálni, voltatok már? Beülsz, annyi só van benne. Tudod, mi nincs benne? Élet, az nincs benne. Élet nincs. A sós tengerbe, a törvény közegében nincs élet. Sóssá vált a tenger. A törvénytől lett halott. 2 Korintus 2.7. A törvény a halál szolgálata. A halál szolgálata a törvény. Amikor pedig a vize, a folyóról beszélünk, ugye? A holtengerbe, tehát ez a folyó a holtengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe. Amikor pedig a vize bejut oda, meggyógyul tőle a víz. Meggyógyul tőle a víz. Ahová ennek a folyónak a vize eljut, ott minden teremtmény élni fog és megszaporodik. Ahová Isten kegyelmének áradása, a folyama, az az áradás, ami már fölkap téged és csak visz, ahová ez a kegyelem áradása eljut, ott minden élőlény élni fog. 2 Korintus 3.9 azt mondja, a kárhoztatás szolgálata dicsőséges volt, mennyivel dicsőségesebb a megigazultság szolgálata. Élni fog benne mindenféle élőlény és rengeteg hal nyüzsög majd, mert ahová ez a folyó behatol, ott
minden élőlény egészséges lesz és élni fog. Amen. Ahová a kegyelem folyója behatolott, minden élőlény meggyógyul, egészséges lesz és élni fog. Nem bűnöző, nem beteg, nem kicsapongó, hanem egészséges, erőtől duzzadó és élni fog. Engedd, hogy áradjon az életedbe a kegyelem. Akkor majd halászok dolgoznak a holt tengerpartján, Engeditől Englaimig, és hálóikkal temérdek halat fognak. Olyan sokféle hal nyüzsög majd a holt tengerben is, akár csak a földközi tengerben. Figyelj! Figyelj! Az elszigetelt mocsarak és pocsolyák azonban nem gyógyulnak meg. Az elszigetelt pocsolyák és mocsarak azonban nem gyógyulnak meg, hanem továbbra is sósak maradnak. A folyó két partján viszont mindenféle gyümölcs van ő. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, minden hónapban új termést hoznak, mert a víz, amely öntözi őket, a templomból ered. A szentek szentjéből ered, a kapu alól Jézus Krisztus, a szentek szentjéből, a váltságművével, a kegyelem folyója onnan ered, és minden élni fog, ami ebbe a kegyelem folyóba gyökerezik benne. Ezzel a fölfakadó áradással találkozott a samáriai asszony. Azt mondta neki Jézus, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, amely a templomból jön, az ajtó alól, az oltárról, aki ebből a vízből eszik, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává válik benne. Soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. És ez a folyó ott jön, ahol megnövekszik a bűn. Ott van a samáriai asszony, még csak nem is pogány samáriai, ez a legalja, ez mindennek, ez a legutolsó. Nő, öt férje volt, akivel most van, az nem is a férje, de ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem, hyper perisseó, még jobban kiárad. És ez a kegyelem végzi el a munkát. Ez a kegyelem képessé teszi a samáriai asszonyt. Ez a kegyelem képességet tesz téged arra, hogy megtegyél olyan dolgokat, amit saját erődből soha. Azt mondja, eljön majd az idő, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és valóságosan imádják a mennyei atyát, mert az atya olyan imádókat keres, akik őt így imádják. Téged keres az atya, érted? Jézus ezt mondta a samáriai asszonynak, az atya ilyen imádókat keres, mint te. Vannak sokan Jeruzsálembe, de te tudom, hogy nem mehetsz be. Ott a jeruzsálemi templom, ott a szentek szentje, oda csak a főpap egy évbe egyszer, aztán elérte a szolgálattevéshez, bemehetnek különböző papok, aztán a férfiak udvara, aztán a nők udvara, aztán a pogányok udvara, és a samáriaiaknak már semmi nem marad. Te meg se pogány nem vagy, se zsidó, se férfi, se pap, nő, samáriai, öt férj, élettárs, kész, esély sincs a templomhoz, de Isten nem olyan imádókat keres, akik bejutnak a templomba a saját erőfeszítésük útján, hanem olyanokat, akik a szívükben keresik őt. Isten ilyen imádókra vágyik, mint te, akik valóságosan és szellemükben, a szívükből akarják őt imádni, akik vágyják ezt a kapcsolatot. Máté azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák a megigazultságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák a megigazultságot. Aki számkivetett, aki utolsó, teljesen mindegy, hogy hol van. Tudod, teljesen mindegy, hogy hol vagy, hogy az életednek milyen pontján vagy. Ha éhezed és szomjazod azt a megigazultságot, amit Isten ad a kegyelméből ajándékba, akkor boldog vagy, mert megelégítetsz, mert ez az éhség Istennek elég, és ő ingyen adja a kegyelmét, ingyen adja az igazságát. Az asszony ekkor a kútnál hagyta a vizes korsóját, visszament és hívta a város lakóit. Gyertek, nézzétek meg azt a férfit, aki mindent elmondott nekem, amit tettem. Mindent elmondott, amit tettem. Érted, amikor látod azt az Istent, aki mindent tud rólad, az életed legmélyebb bugyrait is, öt férj,
nem tudom én micsoda, mindent tud rólad. És ennek ellenére azt mondja, hogy téged kereslek. Ennek ellenére azt mondja, hogy az Atya téged keres. Amikor ezt látod, akkor azt mondja, hogy a kútnál hagyta a vizes korsóját, visszament. Ő lett Jézus Krisztus első evangélistája. Érted? Ő lett az első misszionárius, mert ezzel a kegyelemmel találkozott. A kegyelem túláradó folyója fölemelte, és elvitte oda, ahol a saját erőből képtelen lett volna. Saját erőből annyira volt képes, hogy a déli hőségben, kinézve az ajtó, amikor senki nincs az utcán, aki valami csúnyát beszólhatna neki, a déli hőségben elment a kútra vízért, amikor senki nem találkozik vele, mert nem akart látni senkit, érted? Mert annyira szégyelte magát, ennyi volt a saját erőfeszítés. És a kegyelemnek a folyója meg fölkapta őt, visszament, és az egész város megtért a prédikációjára. Érted? Az övére? A nagyszerű samáriai asszonyéra? Nem, a kegyelemnek ennek az áradására, erre a folyóra, amivel ő találkozott, és ami örök életre buzgó forrássá fakadt föl ő benne. Jézus Krisztus, ez mind ő, és ha ezt látod, és ebbe bízol ő benne, ő fog megcselekedni mindent, és te bármire képes leszel vele, bármire, mert nem te kell lesz hozzá, ő csinálja, érted? Az ő kegyelme. És akkor Efézus 1 beszélt a céljáról, és Efézus 2 pedig elmondja ezt, hogy Isten ezzel a kegyelemmel meg akar mutatni valamit, ez a saját dicsősége, ezt láttuk az Efézus 1-ben, a kegyelméről, és ehhez Efézus 2 elmondja, hogy ahhoz, hogy ő a kegyelmének a dicsőségét, amit háromszor elmondott Efézus 1-ben, hogy ezt akarja megmutatni, ezt akarja szemléltetni a hiperkegyelemmel, Efézus 2-ben elmondja, hogy ehhez, hogy ezt ő meg tudja mutatni, szüksége van egy eszközre, egy szemléltető eszközre. Szüksége van egy szemléltető eszközre. Figyelj! Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiból működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a farag fiai voltunk emberi természetek szerint, épp úgy, mint a többiek. Semmi kiváltságunk nincs. Semmiben nem vagyunk jobbak, mint a legrosszabb bűnözők, gengszterek. Semmivel. Egykor mi is pontosan úgy, mint ők. Egy platform. Semmi. De Isten a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát a leggyengébbeken tudja megmutatni. A leggyengébbekkel. Azt mondja a 4. vers, miután elmondja, hogy mi semmire nem voltunk méltók. Jön a 4. vers. De Isten, ez őról szól, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Minket, akik halottak voltunk a vétek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Miért? Figyelj, 7. vers. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Ez a hihetetlen terv, ez a titok, ami nem volt látható évezredeken keresztül, és most megcsinálta, veled csinálta. Miért tette, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát? Figyelj, és a mérhetetlen, ez a hiperballó. Túltesz, fölülmúl, fölötte átdob, fölülkerekedik, túlfolyik, eláraszt, túlárad, túllicitál. A kegyelmének, a hiperkegyelmének a mérhetetlen, megmérhetetlen bőségét és gazdagságát akarja megmutatni. Az eljövendő korokban angyaloknak, mindenféle lényeknek, angyalok különböző rendjeinek meg akarja mutatni ezt a dicsőséget. Hogyan? Irántad való jóságából. Mi vagyunk a szemléltető eszköz ehhez, a kegyelemhez.
hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem a cselekedeteitekért, hogy senki ne dicsekedjék. Istennek az egésszel pont ez volt a célja, hogy az örök korok korain át mi legyünk a példák. Mi legyünk azok, akivel dicsekedni tud, akivel a saját dicsőségét, a kegyelmének a gazdagságát meg tudja mutatni. Nézzetek őre, nézzetek a Lacira, nézzetek az Istvára, nézzetek az Endrére, nézzetek a Sanyira, nézzetek a Klaudiára, nézzetek Ildikóra, nézz oda a Ildire, nézz oda a Gergőre. Rajta mutatta meg ezt a hiperkegyelmet, örökkorok korain át. Ez volt a célja. Erre rendelt minket, hogy gyengék legyünk, és ő kegyelmes és nagy lehessen. Úgyhogy ő dicsekedhet. Az ő dicsősége, az ő kegyelméről van szó. Úgyhogy aki a hiperkegyelmet tagadja, az Isten dicsőségét próbálja alásni. Isten dicsőségét. Istennek ez a dicsősége, ez a túláradó folyó. És Efézus 3-ban, ezután, mikor a Pál a végére ér, akkor semmi más nem tud tenni, csak egyetlen egy imát. Meghajtom térdeimet az Atya előtt, mindezeket látva, meghajtom térdeimet az Atya előtt. Azt mondja a 18. vers, és kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt megérteni. Itt a görög azt mondja, hogy elnyerni, elfoglalni és birtokba venni. Figyelj, ezt az igazságot neked birtokba kell venni. Érted? Mert a kuszak gondolkodásunk magától nem képes befogadni. Isten szelleme által, az ő igéjéből, az ő igéjére ráva tudod elfogadni. Birtokba kell venned ezt az igazságot, rá kell állnod, megérteni, birtokba venni, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és milyen mély az Isten feltétel nélküli szeretete. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljetek és igazán megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó, hiperballó, minden ismeretét hiperballó, minden ismeretét túllicitáló szeretetét, és ez által Isten maga töltsön be titeket teljesen. Isten ezáltal fog tudni betölteni, ezáltal végzi el a munkáját benned, ezáltal tesz téged képessé arra, hogy a vízen járjál, hogy eljuss oda, ahol a saját erődből nem tudsz eljutni. Ezáltal fogsz tudni uralkodni a bűn fölött, a kísértés fölött. Ezáltal fogsz tudni egy dicsőségeset életet élni vele, az ő dicsőségével. Bennünk működő ereje, ez a szeretet, amiről eddig beszélt, bennünk működő ereje, szeretete által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Érted? Ezáltal a kegyelem és a szeretet által ez a folyó, ez a hiper folyó működik benned. És ezáltal az erő és szeretettel, ami benned működik, ezáltal tud Isten mindennél többet tenni, mint amire kérjük. Benned és rajtad keresztül. Érted? Rajtad keresztül. Bár a kövek is hirdethetik az evangéliumot, bár tudjuk a Bibliából, hogy egy szamár is hirdetheti az evangéliumot, de Isten rajtad keresztül fog tenni mindennél többet, mint amit elgondoltál, mindennél többet. Az ő ereje által, nem te általad, az ő hatalmas szeretete által. Dicsőség Istennek, hogy gyülekezetben és Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre örök időkig. Amen.